A Bács-Kiskun megyei kórház Kecskemét Nyíri úti telephelyén a főbejárat mellett található csecsemőmentő inkubátorba egy újszülöttet helyeztek el 2019. november 21-én, hajnali 1 óra 39 perckor. Az egészséges kislány súlya 3500 g, hossza 50 cm. A kórházban a Fanni keresztnevet kapta. A gyermekmentő inkubátor ajtaja éjjel-nappal nyitva áll. Az érzékelők a baba behelyezését követően néhány perccel jeleznek a portaszolgálatnak. Ezt követően szakképzett munkatársak azonnal gondoskodnak az újszülöttről. A csecsemő további sorsáról a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal, Kecskeméti járási hivatal hatósági főosztály gyámügyi osztálya gondoskodik. Szüleinek az eljárás hosszától függően 2-3 hónapjuk van, hogy jelentkezzenek, ha meggondolnák magukat. Fanni a negyedik baba volt, akit az inkubátorban hagytak Kecskeméten. A legutóbbi ilyen eset szinte pont egy évvel ezelőtt, 2018. november 7-én történt. Az eddig Kecskeméten elhelyezett 4 csöpség közül csak egyért jelentkeztek később szülei, a többiek új családhoz kerültek.